A sóstói víztorony szomszédságában hivatásos rendőrtől kapják az instrukciókat a vakációjukat töltő középiskolások. A turisztpolisz akció keretein belül például a strandra is naponta kilátogatnak, de nem pihenés céljából. A tanulók feladata, hogy a legforgalmasabb idegenforgalmi helyszíneken járőrözzenek és figyeljék, vagy adott esetben megelőzzék az esetleges bűncselekményeket. A diákokkal a a turisták által leginkább látogatott helyekre megyünk el. Itt a sóstó területén az élményfürdők környéke, akkor a tófürdők környéke, az állatkert környéke, az állatkert előtt lévő parkolók, illetve hát a múzeumfaluk környékén lévő parkolókat látogatjuk, és akkor itt szórólaposztással, illetve a gépkocsiknak a, a, az állapotát nézzük meg, hogy nincs-e benne érték, nincs-e benne ö, olyan dolog hagyva, ami esetleg bűncselekmények követésére adna okot. A turispolis egyébként még 2014-ben ugyanabban az évben indult, mint a diákok kötelező közösségi szolgálata. A jelentkezésnek a középiskolai jogviszonyon kívül semmilyen más előfeltétele nincs, de az idegen nyelv ismerete előnynek számít. Az ide látogató turisták sok esetben fordulnak hozzánk, mivel nem ismerik a környéket, nem ismerik a helyeket. Ezért jó az, hogy olyan diákokkal látunk szolgálatot, akik több nyelven beszélnek, akiket tudva tudunk igazítani, és el tudjuk mondani nekik, hogy mit hol találnak, hova tudnak fordulni. Most jelen pillanatban 83 diák kezdte meg ezt a szolgálatot, folyamatosan jelentkeznek még, és osztjuk őket be úgy, hogy a Sóstón és illetve a Kossuth téren is jelen legyenek ezek a fiatalok. Így tehát a belvárosban is megfordulhatnak a tanulók, de főként a nagy turisztikai vonzerőnek számító sóstón találkozhatunk velük a leggyakrabban. Nyíregyháza mellett egyébként még a Vásárosnaményi Rendőrfőkapitányság szervez évek óta hasonló szolgálatot a bűncselekmények megelőzése érdekében. Ott a Tiszaparti üdülőövezet a kiemelt terület. A program két hónapon át egészen augusztus végéig tart.